Az erőgépet és a pótkocsit összekötő kábelek bekötését végzik a versenyzők a Baktalóránházi Vai Ádám gimnáziumban, ahol a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója országos döntőjét tartották. A diákoknak itt 120 perc állt rendelkezésükre a feladat megoldására, a kábelek bekötése mellett az üzemanyagellátó rendszer felülvizsgálatát és javítását, valamint az erőgépek napi karbantartását is el kellett végezniük. Mindezt pontozóbírók felügyelete mellett. Tekintettel arra, hogy ez egy igen komplex és összetett feladatsor, ami itt most történik, annál is inkább, mert 120 perc, vagyis 2 óra áll rendelkezésre, és ez nem kevés. Az értékelés 24 szempontot vesz figyelembe a versenyzők munkája során, és aszerint értékelünk. Ez a porlasztó már tökéletesen működik. Új Krisztián Csornáról érkezett. Ő a 2 óra helyett mindössze 70 perc alatt teljesítette ezt a feladatot. Igazából én már rutinos vagyok ebben, mert a suliban nagyon jól előgyakoroltuk, meg otthon is vannak ilyen gépek, és ugye már egy párszor átgyakoroltuk ezt az egész műveletet, meg ugye megadták versenyre, hogy üzemanyagellátó rendszer, és az egészet átgyakoroltuk igazából. Itt már rakodási feladatot látnak el a diákok. A döntőbe jutott 12 település 24 diákjának egy szóbeli fordulót követően 4 gyakorlati feladat során kellett számot adni a tudásáról. A 4 gyakorlati versenyfeladat közül az egyik egy szántás gyakorlati feladat, ami egy külső területen zajlik. Hát itt egy adott méretű parcellányi területet kell egységnyi idő alatt beszántaljuk, és itt pedig az iskola területén található taműhelyekben van 3 másik gyakorlati feladat. Itt a mellettünk lévő területen van egy olyan emelőgéppel végzendő feladat, ahol szalmabálákat kell egy pótkocsira fölemelni, illetve leszedni. Van egy fémmegmunkálás gyakorlat, ahol egy tengelyt kell elkészíteniük adott időre. Itt reszelés, fúrás és mindenféle olyan dolog, ami a fék megmunkálással kapcsolatos, és van egy gépbeállítás gyakorlat, ahol egy imitált hibát kell elhárítaniuk. Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvend a mezőgazdasági gépész szakma. 5 év alatt duplájára nőtt a mezőgépésznek jelentkezők száma. Azonban míg évente mintegy 700 diák végez a szakiskolákban és a felsőoktatási intézményekben együttvéve a mezőgépész területen, addig ennek csak nem 10-szeresére, 4800 gépészre lenne szüksége a szakmának. Elsősorban a hosszú távú és biztos megélhetés miatt választja egyre több fiatal a szakmát. Hál' Istennek egyre több diák jön a mezőgépész szakmára. Nincsenek beiskolázási gondjai egyetlen iskolának sem ezzel a szakmával kapcsolatosan. Hiány szakma, tehát továbbra is. Hát jöhetnének még, tudnánk még fölvenni diákokat. A lényege a történetnek az, hogy szinte egyetlen egy diák sem marad munkanélkül, tehát mindegyiket elkapkodják a munkaerőpiacon. Egy keresett szakma az övék, mert nem csak a mezőgazdaság agrárium területén, de más egyéb gépészeti területeken is szívesen alkalmazzák őket. A szakterületen tapasztalható munkaerőhiány megoldása érdekében a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége a Földművelésügyi Minisztériummal karöltve 3 évvel ezelőtt elindította a Legyél te is mezőgépész programot. A mezőgépész képzés támogató program eddig sikeres, 2017 őszén minden korábbi rekordot megdöntve 2700 mezőgépész diák kezdte meg tanulmányait. A program egyik fő elleme, hogy a diákok duális képzés keretében az ország több mint 30 szakiskolájában nem csak elméleti tudást szereznek, hanem a programhoz csatlakozó vállalatoknál akár 1-2 év gyakorlati időt is eltöltenek. A mezőgépész szakma munkaerőpiaci lehetőségeit pedig mi sem mutatja jobban, mint például az, hogy a Baktalóránházi Vai Ádám gimnázium valamennyi mezőgépész tanulója az iskola elvégzését követően azonnal el tudott helyezkedni.